nézzük, mi keveredett ki ebből a dologból. Hallgassuk vissza a felvételt. Mi? Nem hallok semmit. Mert nem. Ez nem igaz, mert megint. Na jó, elmesélek valamit. Mindez az egész azzal kezdődött, hogy szerettem volna beszerezni egy mikrofont. Üdvözletem, szervusztok! A mai videómban egy csiptethetős mikrofonról lesz szó, aminek a neve Zalman The Meets 1-es. Röviden tömören miről is van szó, ugye a napokban szereztem be egy mikrofon, nagyon szükségem lett volna már rá, mert ugye emlékeztek a régebbi videómnak, nem volt olyan nagyon jónak mondható hangminősége, és ezért kitaláltam, hogy jó, akkor én most beszerzek újabb mikrofont. Az volt az alapszándékom, hogy a telefonhoz szerzem, de időközben kiderült, hogy mire jó és mire nem. És igazából ettől szeretnélek titeket megóvni, már pontosítok, tehát hogy érvek ellen érvekkel bemutatni ezt a mikrofont nektek. Tulajdonképpen a hang már ezzel lett felvéve, úgyhogy mérlegelhettek. A másiknak, hogy gépre van csatlakoztatva. No, miért? Majd erre is külön kitérek. Ez ugye alapvetőleg egy nagy érzékenységű mikrofon, felcsíptetett fejhallgatóra alapvetőleg arra lett kitalálva. Láttam ilyen gyakori kérdések oldalon ezzel kapcsolatban leírásokat, és hát ezek megválaszolatlanok maradtak, úgy gondoltam, hogy megválaszolom. Nem jó telefonra kerüljétek el. Aki telefonhoz szeretné megvenni, az rendben van, hogy 3,5 mm-es jack csatlakozó, de nem fogja a telefon érzékelni, azt hozzá kell tenni. Nagyon fontos. Úgy vagyok vele, hogy a forgalmazó, akitől én ezt megrendeltem, magát a céget én nem fogom mondani, viszont kicsit csalódott vagyok, mert ugye amikor megkérdeztem, hogy ez a mikrofon jó a telefonhoz, akkor azt a választ kaptam, hogy 3,5 mm-es csatlakozó belefér. Igen, tehát alacsony áron hozzájutható, nem annyira vészes, viszont ez nem egy jó pont általuk, úgyhogy meg sem említem őket. Nagyon hosszú vezeték, ezt nem sajtálta a gyártó. Első külükre, amikor kipróbáltam a telefonon, ahogy mondtam, ez csalódás volt, de amikor gépre kötöttem, egészen jó minőséget kaptam vissza, hogyha hangosan beszéltem, érve ellenérve. Ami mellette szól, az az, hogy nem kell nagyon közel lenni a számítógéphez, távolra is el lehet menni, mert igen hosszú a vezeték, úgyhogy ebből nincsen gubanc, alapvetően igen, ahogy említettem, mikrofonnak a vezetékére csatlakoztatjuk hozzá, meg is mutatom, hogy milyen kábel. És ami viszont igen negatívum, az a másik, hogy amit figyelembe kell venni ennél, hogy a csiptető, az tulajdonképpen nem szabályozható, nem rendesen rögzít. Az igazából kötött, már előre meghatározott méretű, hogyha nincs olyan szélességű, vastagságú valami, ami jó, onnan le fog esni. Hogyha pont passzentos, akkor az embernek szerencséje van, de alapvetően az úgyben kitalálva, hogy van rajta egy ilyen kis pöcök, ez így látszik is. Ez a pici. Na és ez arra van, hogy a külön a fülhallgatónak a vezetékére rá lehessen csiptetni, és miután megvan az ember vele, akkor csak pusztán a pólójára, a pulóverére, akármi is legyen éppenséggel rajta, rá tudja csiptetni. Kisebb nagyobb szerencsével, ami még problémás, mert a zajt nem szűri ki. Az rendben van, hogy most én zárt térben vagyok, és nem fúj a szél, nincs semmi gond, de hogyha kimegyek az utcára, amit amúgy se tudok, mert ez a géphez van kötve, eléggé zavaró. Tehát, hogy tegyük fel, nyár van, ventilátor, bekapcsolom, lehet hallani minden külsőn ezt. Úgyhogy ilyen szempontban ez rossz. De amúgy meg, hogyha zárt tér van, erre nagyon odafigyel az ember, akkor nincsen ezzel semmi gond. Tulajdonképpen ilyen a dobozza. Itt van a hátulján is, hogy hogyan és mire lehet használni. Viszont azt ugye alapvetően elfelejtették mondani, hogy telefonhoz nem jó.
bármennyire is félrevezetheti a forgalmazót is az, hogy mikrofon és a fón nagy P-vel van, mint hogy telefonhoz hozzá lehet rakni. Nem lehet, nem lehet. Az rendben van, hogy belefér, de nem fog semmit felvenni. Hogyha nagyon közel hajolok a mikrofonhoz, hangosan beszélek, akkor érthetően jó minőséget vesz fel. Ezzel teljesen meg vagyok elégedve. Persze nem ez volt az alapvető szándékom, hogy ezzel bővítsem az én kis úgymond eszköz családomat. De hogyha számítógéphez közelülök és esetleg úgy készítek felvételt, akkor teljesen jó ingyenre való. Hogy én ajánlom mindenkinek, aki számítógéphez közel levő felvételeket készít és arra csatlakoztak. Úgyhogy... Én azt mondanám, hogy ez önmagában egy jó mikrofon, baja nincsen, és ajánlani tudom. Úgyhogy köszönöm, megnéztetek, remélem tetszett a videó, ha tetszett, akkor kedveljétek, osszátok meg, és kérlek, iratkozzatok fel a csatornára. Szervusztok!